Köszöntöm itt a stúdióban Sofkuti Bálintot, biztonságpolitikai szakértőt, történészt. Jó napot kívánok! Köszönöm, szépen a hallgatókat! Ha már itt a párhuzamokról beszélünk, ugye az is nagyon feltűnő, hogy a második világ, vagy az első világháború után megkötött egyezmények, baráti szerződések, akár ha gondolunk itt a német és a Szovjetunió között kötött ilyen meg nem támadási baráti szerződésre, hogy ezek olyan, mintha a második világháború előtt így semmivé fosztottak volna, tehát hogy, hogy az egyezmények és szerződések be tartása az mennyire volt jellemző, és mennyire kell ma bízni abban van, hogyha megkötnek egy szerződést, akkor az, az mennyire stabil? A német-szovjet megállapodás az tipikus példa és a legjobb példája annak, hogy az ideológia mindig csak támogató szerepet játszik. Tehát aki azt mondja, hogy az ideológia bármilyen döntő szerepet játszik a nemzetközi folyamatokban, az, vagy propagandista, vagy saját maga is elhiszi ezt, de a valóság nem erről szól. Tehát egyébként a német-orosz együttműködés, a német-szovjet együttműködés, együttműködés korábbi időre megy vissza, már a 20-as években a két párja állam, ugye a vesztes Németország, és ugye a, a, a szintén a Szovjetunió elkezdte az együttműködést különböző területeken, akár a, a szárazföldi hadműv, hadviselés területén, a harckosi fejlesztésben, akár egyéb területeken. De a, az egész folyamatnak a lényege, az egész Mondjuk így megállapodás létre arra mutat, hogy az érdekek mindig mindent felülírtak. Tehát a, a szerződéseket addig tartják be az államok, amik érdekükben álltak. Amíg a politikai vezetés azt nem látja, hogy ez a szerződés ez nem ö, szolgálja az érdekeiket. Nagyon érdekes, például van egy olyan koncepcióm, hogy Litvánia esetében arról szól az egész karcsörtetés, hogy a NATO oldaláról győződjen meg, hogy a NATO igenis meg akarja védeni őket. Tehát. Ö, ö, volt egy korábban egy, egy ilyen wargaming, egy ilyen terepasztalos gyakorlat, ami kiderült, hogy a 2000-es évek elején a frissen belépett balti államokat nem tudná megvédeni a szövetség egy orosz támadás esetén. Ugyanis akkor erők állomásodnak a környék, hogy mire a NATO erők megérkeznek, addig elestek ezek az országok. Tehát ezen a területen a a, a, a balti államoknak a vezetése nyilván azt igyekszik bebiztosítani, hogy a NATO minden körülmények között megvédje. Beszéljünk akkor egy picit a spanyol polgárháborúról is, és a tekintetben, ugye ez is a 30-as évek elején, ugye az első felében robban ki, ez egy belső pucsnak indul, el akarják távolítani a Spanyolország vezetését, kialakul egy polgárháború, ebbe becsatlakoznak aztán nemzetközi csapatok is, tehát a legmegdöbbentőbb helyekről kerülnek oda harcosok, emberek egyik fél másik fél oldalán harcolni, és nagy számban. Ugye ez, ez is egy ilyen ideológiai összetűzésnek indul. Igen. Igen, hát gyakorlatilag volt egy, egy baloldali hatalomátvitel Spanyolországban, ugye az, ez az ideológiai küzdelmeknek az egyik legnagyobb terepe volt 30-as évek Európája, és ezzel ellen a konzervatív erők szerveznek egy pucsot, amiben lényegében Spanyolországba szállítanak Marokkóból, illetve egyéb közeli helyekről egy jelentős katonai erőt, amely aztán megpróbálja átvenni a, a hatalmat. Zárja bejegyzem meg egyébként, hogy van egy csomó olyan terület ennek a polgárháborúnak, amit nagyon kevesen ismernek, pláne azóta, hogy, hogy, hogy a rendszerváltás megtörtént, és ez a téma kikerült a köztudatból, például a Barcelonába belegépuskáznak egy körmenetbe. Tehát a, a, a olyan mértékű atrocitásokkal indul már maga a konfliktus 1936-ban, ami akkor a gyűlöletet vált ki mind a két oldalon, hogy, hogy tényleg az utolsó leheletükig harcoltak mind a két oldalon alakulatok, pontosan az ebből fakadó irracionális érzelmekből, és ebbe száll bele később a Szovjetunió, majd a Olaszország és Németország is. Tehát mindenki a saját maga számára kedvező oldal támogatta, de ö, azért a ö, több alkalommal előkerül ez a párhuzam Ukrajnával kapcsolatban. Két dolgot mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy Spanyolország egy relatív középhatalomnak számított, akkor Európában, sőt a leggyengébb országok közé tartozott, egy viszonylag szegény agrárgazdasági ország volt. A másik pedig az, hogy nagyon komoly ideológiai alapjai voltak már magának a konfliktusnak is. Azért jelen esetben Ukrajnában az ideológia mindenképpen máslagos szerepet játszik a geopolitikai érdekekhez képest. És talán még a harmadik szempont, amit szintén nem szabad hogy Spanyolország azért Európa perifériáján fekszik. Ilyen szempontból Ukrajna is, viszont ö, ezek a ö, ö, spanyol fekvés nem fekszik, Spanyolország nincs közel egyetlen nagyhatalomhoz sem. Tehát az ott bekövetkező helyzet, az igazából nem befolyásolta döntően Európa állapotát. De az, hogy beavatkoztak külső, ö, tehát külső módon nemzetközi sze, sze, tehát nemzetközi beavatkozások történtek, ez az is eredménye hogy elhúzódott? Mindenképpen. A, és egy, tehát, hogy véresebb és elhúzódóbb konfliktusra került sor, illetve úgy is hallott, azt is hallottam, hogy ott próbáltak ki bizonyos fegyvernemeket, ezek a nagy hatalmak, úgymond, tehát van ott egy háború, na ez most nyilván nem így gondolkodtak, de pont jó lesz, adunk nekik ilyen vagy olyan fegyvert, kipróbáljuk, hogy működik éles terepen. Ez sajnos minden helyi háborúnál így van. Tehát azon a területen, vagy azokban a korszakokban, ahol közel egyenlő erők, vagy egyenlő alapok induló erők csapnak össze, ott mindig az új fegyvertípusok kipróbálásra kerülnek. Sokak szerint például Korea az a második világháború, és az új korszak közötti határt jelenti, vagy Vietnám mondjuk a 60 éveknek az egyik ilyen példája. Ez mindig előfordul, és minden egyes fegyvergyártó állam az ilyen lehetőségeket igyekszik a legjobban kihasználni. De úgy gondolom, hogy ez, ez, csak egy hazadéka volt annak, hogy mindenki a politikai befolyást igyekezett megerősíteni, és itt egyébként később szemre is hányta többször Frankó tábornoknak, hogy, hogy nem járult hozzá más világháborús erőfeszítésekhez, annak egy jelentős támogatást kapott a, a, hatalmának a megszerzésében, amit mindig az állított el, hogy az országa egy olyan pusztításon ment keresztül, három éven keresztül, 36 és 39 között tartott a spanyol polgárháború, hogy ez gyakorlatilag a mai napig nem heverte ki, legalábbis a, a, nem heverte ki. Ugye nyilván ez teljesen történelmietlen, és tudom, hogy a történelemmel foglalkozó emberek nem is szeretnek ilyen kérdéseket volna, hallgatni ha? sem, vagy feltenni, de igen, de ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy ha nem avatkoznak be, és Spanyolországon belül marad ez az egész, és, és hát úgymond lesz, ahogy lesz, tehát maga a spanyol nép kiküzdi magának azt, amit, 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 tud, akkor, akkor elképzelhető, hogy másképpen alakul, vagy, vagy igazából a második világháború szempontjából teljesen mindegy volt, hogy mi történik ott. A második világháború szempontjából teljesen mindegy, tehát uh, igazából azok a feszültségek, azok a folyamatok, azok már korábban elindultak, és azzal, hogy Hitler hatalomra került jelentős támogatással választották meg 30-ban, aztán 33-ban 30 még erre rá is erősített, rá is erősített ez, ezeket a folyamatokat nem változtatta volna meg. Spanyolországban hamarabb lett volna egy, egy baloldali irányváltás, tehát a köztársaságok jelentősebb erőkkel rendelkeztek a kiinduló pontban, és az olasz, illetve később a német segítség nélkül nem, le, nem tudtak volna győzni a valószínűleg a frankóisták, de ez csak a Spanyolországban a szempontjából lett volna meghatározó. A második világháborúban gyakorlatilag a Müncheni konferencia után már, már garantált volt a, a folyamat. Tehát Hitler látta, hogy a nagy britannia és Franciaország is olyan szinten igyekszik elkerülni az első világháborúhoz, vagy az első világháborúban elszenvedett veszteségeket, hogy szinte minden követelésébe beleegyeznek. Na akkor beszéljünk a Müncheni konferenciáról is egy kicsit bővebben. Ugye érdekes, hogy Hitler először ugye azt, azt hiszem a szárvidéket, de, de több ilyen apró, nem apró, viszonylag nagy, de a saját területéhez képest apró vidéket kezd el elcsatolni ilyen-olyan indokokkal, és úgy tűnik, hogy ahogy említette is, a béke miatt azt mondják, hogy jó, hát ha elég lesz ennyi, és nem történik ebből nagyobb baj. Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert a szárvidéknek például az a demilitarizálása, illetve a franciák általi megszállása a német kártétés kikényszerítése miatt egy olyan lépés volt, ami mindenki tudta, hogy nem teljesen jogos. Tehát teljesen német területeket, német területeket francia alá helyezni büntetésképpen, az egy olyan lépés volt, ami nagyon billegett a lész, hogy erkölcsek támogatható-e. Tehát gyakorlatilag Hitler az első időszakban olyan érdekekért lépett föl, például a, a az újonnan létrejött Csehszlovákiában, például a németeket kifejezetten üldözték és igyekeztek elnyomni, ugye mi is tudunk mesélni a Trianon kapcsán. Tehát nagyon hasonló zaklatásnak volt a kitéve a németek, akik a, a, amiből vagy a németekből több millió akkor, azt hiszem 1,8 millió Csehország területe én, tehát egy nagyon jelentős problémákra hívta fel a figyelmet. És nagyon érdekes a párhuzam, hogy Putyin is az orosz kisebbséget írt tagadhatatlan zaklatásra, hivatkozásra indította meg ezeket a, indította meg a gyakorlatilag. Tehát voltak olyan Tényleg kezeletlen problémák, amit a Nyugat nem tudott vagy nem akart kezelni. Ugyan beszélnek a magyar kisebbség helyzetéről, de ugyan az orosz kisebbséget is egyébként, ha nem is olyan szinten vagy olyan módon, mint ahogy állítják, tehát nem volt 14 ezer halott, de azért úgy eszába 2011-ben csak bekergettek több száz orosz egyébként, amire rájuk és utána nem engedték oda tűzoltókat. Jó, hogy ez egy eset volt, és több ilyen nem nagyon történt. De De akkor is egy ilyen is egy szimbolikus erővel bír. Tehát Hitler is azokat a követeléseket hangoztatta folyamatosan, amik valamilyen szinten jogosak voltak. Ennek az eredménye a Müncheni konferencia egyébként, ahol megpróbálták ezeket rendezni, és uh, utólag kijelentett, hogy nem a legjobb uh, megállapodás született, de nem véletlen, hogy a, a, angol hadim, vagy a, angol hazamegy, akkor az angol, angol miniszterek, amikor hazamegyek, akkor meglobogtatta az áradokumentumokat, és azt mondta, hogy garantáltuk Európában a békét 20 évre, hiszen elméletileg a több, uh, tehát a Hitler követésnek a legtöbbjét, a jogos követeléseit azokat elfogadták. Utólag azt mondják, hogy ez egy diktátor megbékítésére tett fölösleges lépés volt, de én úgy gondolom, hogy adott szituációban ez egy logikus lépés volt. Az egy másik történet, hogy Hitler ezen vérszemet kapott, és utána olyan követelésekkel állt elő ország illetve egyéb területeken, amik már nem voltak azok, de, de van egy szint, amíg ö, hogy mondjam, felelős politikus köteles elkerülni a háborút. És aztán, hogy ez hol a határ, hol húzódik, ezt mindig csak az utókor tudja megmondani. Ugye az első világháború után mondhatjuk azt, hogy picit ilyen instabil volt a helyzet, a határok kérdése, új határokat húztak, ami nyilván, hogy sokaknak sérelmet okozott, azért ma egészen más a helyzet. Úgy tűnik, hogy a mostani határokba azért belenyugodtak a nemzetek. Lát, olyat, olyan nemzetet ma, aki viszont élhet ilyen a sérelmei által, ilyen víziókkal, hogy ő azért szeretné ezt és azt a területet még megszerezni? vagy Európában? Igen. Mert egyébként a harmadik világban a gyarmatartó nagyhatalmak úgy húzták meg a határakat, hogy szándékos töréseket okozzon. Tehát a, a, például a közelkeletet rendező kairói konferenciában a 20-as évek, 20 években, a 20 években, a 20 években a csörcsén mindent megtett azért, hogy, hogy az angol érdekek maximálisan érvényesülnek, és a helyiek semmilyen szinten. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak a harmadik ülekben, Európában is vannak olyan vonalak, amelyek még mindig kérdésesek. A magyarság kérdése az egyik. Nyilván nagyon sok olyan helyzet van, hogy senki nem szeretné háborúval megváltoztatni ezeket a határokat, de azt mindenki szeretné, hogy a honfitársaink megfelelő bánásmódban részesüljenek, amire azért nem sok szándék van például a román vagy sok esetben szlovák részről. Alapvetően a nyugati államoknál nem hiszem, hogy gond lenne, tehát a baszk terrorista mozgalmat is sikerült leszerelni, a katalán szeparatizmus egy érdekes történet, hogy mi lesz vele, hogy átmennek erőszakosba. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az erőszak azért általában az utolsó eszköze mindenkinek. Tehát a katalánok békés eszközökkel igyekeznek kivívni a maguk függetlenségét, de mondjuk ha egy gazdasági összeomlás következik be hogy Isten valamilyen szempontból Spanyolországba vagy Európába, akkor lehet, hogy ez egy erőszakos irányultságot kap. Tehát számos olyan terület van azért, például Dél-Tirolban, a német nyelvű lakosság Olaszországban a 70-es években kevésbé ismert módon terrorista eszközökkel igyekezett fölhívni a világfigyelmét arra, hogy, hogy milyen szintű elnyomásban van. Igaz, hogy olyan nagyon vigyáztak, hogy és ne történt, ne halljon meg senki, de postállomásokat, ö, erőműveket, vagy nem erőműveket, hanem távvezetékeket robbantottak föl például. Tehát ez a feszültség azért elő, -elő kerülhet egy adott feszült helyzetben. Úgy gondolom, hogy tőlünk Keletre igazából ez a kérdés, tehát ö, ö, például transznisztriai Köztársaság és Moldávia területén, Ukrajnában, hogy hol lesznek a határok, azt csak a Jóisten tudja. Tehát azért vannak olyan területek, amik, amik, amiknek kétséges a, a sorsa, és ez egy állandó hivatkozási pont lehet, ami aztán átcsaphat egy katonai konfliktusba. Ott van, hogy a Törökország, Ciprus, Kína, Tajvan, Igen. ha egy kicsit távolabbra megyünk. Pontosan. Pontosan. Törökország is érdekes például, mert uh, ugye nemrégiben húztak meg egy 20 km-es biztonsági határt Szíriába ami senki nem ismert el, de ettől függetlenül a katonai tény az az, hogy ezt ők meghúzták, meghúzták ezt a vonalat, és ellen is, ellen, ellen is őrzik. Tehát a visszatérve is egy korábbi kérdés a nemzetközi kapcsolatoknak, nemzetközi szerződésnek mindig az a kérdése, hogy ki az, aki ki tudja kényszeríteni, és ki az, aki be tudja tartatni. Tehát ezért nagyon veszélyes sok szempontból a, a, az egyensúlyra és a nemzetközi rendszer, amit Oroszország csinál, egy atomhatalmat, nagyon nehéz rákényszeríteni arra, hogy az által elfoglalt visszaadja. Tehát amit elfoglalt, az szinte biztos, hogy nála is fog maradni. Tehát azt elmondhatjuk így általánosságban, hogy a határoknak a húzigálása mindenképpen magába foglalja annak a veszélyét, hogy ott egy fegyveres konfliktus kialakul, háború, tehát hogy, hogy most jó, hogy meghúznak egy határt akár itt Ukrajnában, ahogy említette, nem tudjuk hol lesznek, de hiszen a következő években mi történik. Tehát itt ilyenkor a következő években mindig benne van a pakliban az, hogy ezt valaki vissza akarja szerezni, és hogy újabb ilyen konfliktusok alakulnak ki. Ez két dolgot hogy fűzek hozzá. Az egyik az az, hogy az igazságtalan határokkal szokott a gond lenni. Tehát azok a határok, amelyek nem követik az ott élőknek az életmódját, a kultúráját, a, a hagyományait. Például a legjobb példa erre a iráni helyzet. Nagyon kevesen tudják, hogy van egy Kashkai nevű nomád közösség, aki se nyelvében, se kultúrájában, bár nagyrészt muszlimok, de igazából nem illeszkedik bele az ottani országba. De leginkább a nomád életmódjuk jelenti a problémát, szemben a letelepült földmű belőle emberekével. Tehát gyakorlatilag ez a fajta, és ugye a, 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 a területnek nem teszem most a neve, az a terület gyakorlatilag az átnyúlik Afganisztánba is például. Tehát őket arra rávenni, hogy a, az állatok vonulásával együtt ne vonuljanak át arra a területre, az szinte lehetetlen. És mégis a mesterséges határok megakadályozzák számukra ezeket. Tehát az, hogy egy, vagy például a kurdok esetek, akik gyakorlatilag a legnagyobb ö, ö, országnélküli nemzetség vagy nemzet a Földön, az, hogy ők a törzsi vagy egyéb viszonyaikat, baráti, ö, családi kapcsolatokat ne ápolják a határokon átnyúlóan, szinte lehetetlen feladat. Tehát a, a határok kérdése az mindig is annak a kérdése volt, hogy mennyire tudják a helyek és mire akarják a helyek elfogadni. A másik kérdés meg az, hogy ö, nagyon súlyos tévedés az a nyugaton kialakult nézet, hogy a történelmnek vége. Tehát a határok azok mindig is változtak, és semmi garancia nincs arra, hogy nem fognak változni. Tehát aki úgy gondolja, hogy valamit kül, sikerül nem nemzeti kapcsolatba kőbe vésni, az mindig az adott politika és leginkább katonai erőviszonyoknak a függvénye. Ahogy be is mutattam, ugye hat történész a háborúknak a történetével foglalkozik. Ja. Ön mennyire annak a híve, vagy hogy fogalmazzak? Tehát, hogy van egy olyan nézet, hogy volt egy olyan nézet eddig, hogy vége a háborúknak, hogy lejárt ennek a, a hagyományos háborúzás az ideje lejárt, ha lesz is háború, azt majd a kibertérben, vagy nem tudom, egy másik dimenzióban vívják majd meg. Persze most erre az orosz lépés erre rácáfolt, de kell ezen nekünk csodálkozni? Vagy aki azért ismeri a történelmet, kell annyi emberismeretnek lennie, hogy bizony az emberi természetnek valamilyen szinten akkor is ezt nem szeretjük kimondani része. Igen, ez egy nagyon naív gondolat volt egyébként, hogy a háborúknak vége van. E, nagyon sokan, nem, nem sokan, vannak, akik azért például a Marx Kális, sátánistának tartják, mert az emberi természet úgy gondolja, hogy meg tudja változtatni. Tehát sajnos az embernek része a, a hódítás, része a konfliktus, része az, hogy a problémákat erőszakkal old meg. Én egyébként hatörténészként pontosan tudom, hogy milyen pusztása jár a háború, ezért igyekszem pacifista lenni. Sőt, a meggyőződésem szerint pacifista vagyok, de tudom, hogy ez sajnos egy ideális állapot, ami nem következhet be, amíg az ember valamilyen okban nem változik meg. Megváltozhat egyébként. Mind, de annak azért nagyon sok és nagyon komoly előfeltétele lenne, hiszen számtalan alkalommal sikerült konfliktusokat megoldani és az erőszakos módszert békéssé áttenni. De 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 az a fajta gondolat, hogy a történetnek vége, amit Fukuyama mondott, és innentől kezdve eljött egy ilyen békés, boldog állapot, ez sajnos egy teljesen hiú ö, ábránd volt. Már csak azért is, mert amíg a másik oldalon vannak, és is akáros is legyen a másik oldal, vannak fegyverek, addig mi is kénytelenek vagyunk fegyvereket tartani, hogy megvédjük magunkat. Tehát ö, ez a része az emberi civilizációnak, az összes civilizációnak, és azok az államok, amelyek elhitték azt, hogy hogy ők békésen tudnak, fegyverek nélkül tudnak élni, azok nagyon hamar megkódítása kerültek. Van egy ilyen mondás, hogy az, aki a saját katonáit nem tartja el, az hamarosan más katonáit fogja eltartani. Tehát azért is az egészséges méretű fegyveres erő kérdésénél felmerülnek ezek, és hogy mekkora haderőre van szüksége Magyarországnak ezt nem lehet így megmondani, nincsenek olyan paraméterek, ami alapján ezt meg lehetne mondani, ez mindig a környezettől függ, van, amikor nagyobbra, van, amikor kisebbre. Ö, gyakorlatilag a, az emberi érdekek, az emberi civilizáció a sajnos nem változik pozitív irányba, vagy lassabban, mint szeretnénk, de, de előbb utóbb ez az állapot, de nem a mi életünkben, az biztos. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és mindezt elmondta Kuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő, hat történész volt itt a Hitrádió stúdiójában. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.